Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy-egy darab disztribúció, egy darab verzióját fogjuk körbejárni. Azaz, meg fogjuk nézni, ha valaki a Magyar Arcs telepítő disztribúciót megkedvelte, tetszett neki a videó, utána olvasott, hogy micsoda ez, és ezzel felrakja az XFCE Magyar Arcs verziót. Gyakorlatilag miért? Hát természetesen mindenki tudja azt, hogy én azt javaslom, hogyha egy idegen disztribúciót, amit nem tudod, hogy mit kapsz vele együtt, hogyan van bekonfigurálva, hogyan néz ki egyéb, akkor rak fel az VirtualBox-ba, és utána döntsd el azt, hogy hát neked ez való, vagy esetleg mégsem nem ezt szeretnéd felrakni. Miért? Mert így minden kockázat nélkül, minden különösebb telepítési gondolatok, véletlenül felülírom meg egyéb nélkül, bizony te meg tudod nézni, hogy az a disztribúció, az a telepítést mit ad számodra. Mit ad számodra? Hát ezt fogjuk megnézni. Miért? Természetesen azért, bár ezt ti nem tudjátok, csak nekem volt természetes, kaptam egy viszonylag hosszú levelet, hogy bizony hát ő megnézte a Magyar Arcs videómat, és nagyon megtetszett neki ez a dolog, és hát fölrakta, hát egy előre bekonfigurált dolgot, az XFCE Magyar Arcs verziót. És hát ez neki nem tetszik, ebben semmi nincs, ez használhatatlan, és különben is minek egy ilyen telepítős dolgot bizony erőltetni. Hát kezdjük visszafele, természetesen senki nem erőlteti ő rá, bizony az, hogy ő ezt a Magyar Arcsot használja. Olyanoknak való a Magyar Arcs telepítő, aki tudja, hogy bizony egy minimalista felületet kap, egy olyan egyszerű alapot kap, amire ő neki kell építkezni, hiszen az én videómban is mi telepítettünk föl az Openboxot. Ott a végén láttátok, bár csak rövid ideig, hogy bizony ez egy üres, fekete képernyő, és erre kell neked terminálból például felépíteni a verziódat. Na hát ez az első gondolat, hogy olyanoknak, aki egy Manjarot, tehát egy előre bekonfigurált, nagyon-nagyon szépen összerakott rendszert, vagy esetleg az Arch Linuxnak akármelyik fejlettebb, tehát ami jól be van konfigurálva, mondjuk az alap Arch Linux, olyat szeretne kapni, teljesen kész felület, felrakott programok, szép, csili-vili, minden, az bizony nem neki való. Ilyen embereknek, aki úgy gondolja, hogy a Manjarot, Arch Linuxot, egyebet szeretné használni, annak azt a telepítőt kell letölteni, és azt kell felrakni. Aki pedig úgy gondolja, hogy ő hát bizony kipróbálna az Arch Linuxot, de a grafikus telepítés nélkül nagyon-nagyon nehezen lehetne felrakni, és ő nem nagyon akar utána olvasni, jegyzetelni meg egyéb, annak való a Magyar Arch telepítő disztribúció. Nyilvánvalóan a srácok többféle előre konfigurált felületet adnak, ezek közül pár nagyon egyszerű, és hát nyilván, hogyha valaki egy kicsit grafikusabb, meg hát kényelmesebben használhatót szeretne, akkor az XFC-et kellene neki felrakni. Na hát a levelező társam fel is rakta és csalódott. Kevés dolgot talált meg, pontosan ez a jó. Természetesen alig-alig rak fel alapból olyan programokat, amit esetleg más felrak, és utána leszedünk, mert nekem éppen nem az kell, mert éppen én nem azt a terminál emulátort szeretem, azt a fájl kezelőt szeretem, nem azt az irodai csomagot, képnézegetőt, akármit szeretek. Hát bizony, hogy kényelmesebb az sokunknak, hogy felrakunk egy mesztelen XFC-et, és bizony utána mi saját képünkre és hasonlatosságunkra bekonfiguráljuk. A másik gondolat természetesen az, hogy a Magyar Arcsba is lehet a végén a telepítő utolsó szakaszába beixelgetni azokat, amiket fel szeretnél rakosgatni. Na hát, oké, ezzel a kis kritikával illették a videómat, hát én erőltetem azt, hogy ezt használja valaki, nyilván nem tudom erőltetni, illetve azt mondta, aki írta ezt a levelet, hogy bizony, hát ez így használhatatlan. Téved! Akinek egy alap, egyszerű, akármilyen asztali felület kell, hát én az Openboxot raktam föl, most kipróbálás célzattal felraktam az XFC-et, bizony megnézzük, hogy mit kapunk. Ha ez neked kevés, akkor ne ezt használd, ha erre nem tudod te felépíteni
a rendszeredet, mert még olyan kevés az ismereted Arch Linux téren, ám bizony nem kell az olyan nagyon-nagyon bonyolult, ahogy elő szokták adni, de azért egy kicsi minimális gyakorlat kell. Szóval, hogyha nincs gyakorlatod ebbe, akkor ne ezt használd. Akkor kell ezt használni, hogyha egy idézőjelben mesztelen, egyszerű alapkonfigurációt szeretnél feltolni, és arra te 20 perc alatt beállítod a saját, jól összerakott, alulról építkező disztribúciódat, Linuxodat, érted? Annak való, aki szereti ezt csinálni. Na hát nézzük is meg, hogy bizony a Magyar Arch mit fog neked felrakni, hogyha azt pipálod be, hogy XFCE Magyar Arch verziót szeretnéd megkapni, és a végén a telepítés beállításának a végén nem jelölsz be semmi egyéb programot, nyilvánvalóan ott is be tudod állogatni azokat a programokat, alapprogramokat, amit szeretnél felrakosgatni, de én nem tettem meg pontosan azért, hogy egy mesztelen alapbeállítású rendszert kapjak. Én az alaptelepítésen kívül pontosan két darab programot tettem föl, az egyik a videórögzítő, nyilvánvalóan csak úgy tudok valamiről videót készíteni, hogyha a videórögzítő fut, és természetesen felraktam a HTOP nevű kis eszközt, hogy megnézzük, hogy mekkora fogyasztása, mekkora memória foglalása van ennek a rendszernek. Na hát nézzük is meg, hogy miről is beszéltem. Miután feltelepítetted a Magyar Arch féle XFCE-t, elindítod a rendszert, mit kapunk? Egy normálisan összeállított rendszert, alaprendszert fogunk kapni, de először nézzük meg a dizájnt. A dizájn egyszerű, nagyon jó szürke hátteret kapott, és egy logót tettek középre. A logó színei nem videótip, tehát nem égeti ki a szemedet, nagyon jó kis logót hoztak össze. Oké. Tehát egy szemkímélő dolgot kapunk. A másik, amit rögtön észre lehet venni, bár én nem így szoktam elrendezni az asztalomat, hogy az ikonok kikerültek az asztalra. Az XFCE-n meg tudjuk tenni, hogy bizony ott legyenek az ikonok. Van, aki így szereti, van, aki nem. Nyilvánvalóan a későbbiek folyamán, hogyha valakit ez zavar, az letiltja az asztal ikonokat, de kényelmes egy kezdőnek, mert az összes olyan Winchester-e, vagy tárhelye, vagy akármilyen látható lesz rögvest, amit ő használni tud, tehát ide-oda másolgatni, meg dolgozgatni vele, ez indulásnak nagyon kényelmes. Ami rögtön feltűnik bárkinek, aki már felrakott akármilyen XFCE-t, hogy saját ikonkészlet, szintkészletet használnak. Nagyon kellemes, összeszedett dolog, azaz a logóval, ővele a színek úgy harmonizálnak. Ez egy nagyon fontos dolog. Hogyha valamit csinálunk, és hozzáadjuk a nevünket, hogy Magyar Arch és XFCE, akkor az nézzen már ki úgy, hogy legalább valami munkát lássunk vele, hogy ők dolgoztak vele, egy kis esztétikumot hoztak össze, azaz egy jól eltalált ikonkészlet, kinézet, színkészlet, színharmóniát sikerült összehozni. Ha valakinek természetesen ez nem tetszik, a későbbiek folyamán meg tudja változtatni, hiszen ez nem egy külön disztribúció, hanem egy kicsit saját képre szabott, nagyon picit saját képre szabott XFCE felület, azaz jól kinéző ikonkészletet és színösszeállítást kapunk, ráadásul nem valami csili-vili mozgó háttérrel, hanem egyszerű, szemkímélő dologgal. Egy kis kitérő, nyilvánvalóan 500 millió féle háttérkép összeállítás van egy géphez, hiszen annyi és olyan hátteret szedsz össze, amilyen neked tetszik, de arra mindig figyelj, hogyha sokat dolgozol a gépeddel, és nézed is a monitort, nem csak zenét hallgatsz rajta, akkor nyilvánvalóan egy csili-vili videótip, erőteljesen fehér, fekete vagy eltérő színű háttér, az nem túl ideális, mert fárassza a szemet, és egy idő után károsítja is. Hát bizony, erre figyelni kell. Oké, vissza a disztribúcióhoz, nagyon jól néz ki. És nézzük is meg, mit eszik egy darab, ismétlem egy darab videórögzítő programmal. A terminál megnyitása itt, látható a terminál is szép, legalábbis nálam már
alapból ilyen szép színes volt, tehát odafigyeltek arra, hogy a beállítás azért valahogy ki is nézzen. Hát nézzük is meg, hogy a hátop, és az mit fog nekünk mutatni. 888 megabájtnyi memóriát használunk jelen pillanatban, ami egy ilyen körülmények között XFCE és futó rögzítő program elfogadható. Megint tennék egy kis kitérőt. Sokszor azt látom, hogy azon versenyeznek az emberek, hogy 600 megáról 599-re lenyomják a fogyasztását a memóriának. Minek? Ha 1, 2, esetleg 4 gigabájtnyi memóriád van, még talán van értelme, de abban az esetben, hogyha már ilyen 8, 16, 32 gigabájtnyi memóriád van, akkor már igazából nem biztos, hogy heteket, napokat, vagy esetleg órákat érdemes beleülni abba, hogy egy nagyon-nagyon picit kevesebb legyen az alapjárati fogyasztásod. Miért? Mert ha elindítod a Chrome-ot, vagy egyéb olyan felhasználói programot, ami azért egy kicsit memóriaigényesebb, akkor már teljesen mindegy, hogy 5, 6, 7 vagy 800 megabájtnyi az alap memória használatod. Nyilván kisebb gépeken, régi gépeken az számít, de itt nálam nem. Illetve arra is figyeljünk, hogy attól függ, hogy mennyi alapjárati dolgot tölt fel a memóriába a Linux, hogy mekkora a te memóriád. Egy 2 vagy 4 gigabájtos régebbi laptopon vagy gépen, asztali gépen más mennyiségű memóriát használ ugyanaz a rendszer alapjárati memóriaként, mint természetesen egy 1632. Látja ő, 16 van, 32 van, 64 van, nem kell vele spórolni, igyekszik jól kihasználni ezt a lehetőséget, és több mindent feltölt a memóriába. Látható alapjáratban 4 gigás swapot készítettünk. A következő, amire érdemes figyelni, igazából processzort nem használ, a rögzítés használ, amennyit használ, nem fut mellette semmi. Azaz elmondhatjuk, hogy jó átlagos memória használatot sikerült elérni, nyilvánvalóan azért, mert természetesen nem nagyon nyúltak bele az XFCE-be, csak egy kicsit szépítettek, tehát erre felkészülhetsz, hogy ennyi memóriát használunk. A következő lépés természetesen az, hogy visszanyitjuk a terminált, és beírjuk, hogy CD és egy perjel fölmegyünk a főkönyvtárba, a gyökérkönyvtárba, és megnézzük, hogy az egész rendszerünk mennyi tárhelyet használ el. Ez a DU, hogy emberi nyelven legyen a kiírás, egy H betűt is, na hát normálisan kírja 8,5 giga, azaz arra figyelj, hogyha VirtualBox-ba akarod kipróbálni, hogy hát ez mit tud és hogyan kezeli a dolgokat, és tetszik-e neked, akkor a VirtualBox által létrehozott alap 8 gigás virtuális tárhely számodra nem fog elegendő lenni, hibával fogsz elszállni telepítés után. Például ilyen hiba lehet, hogy beírod a jelszavadat és a felhasználói nevedet, és azt mondja, hogy ez bizony nem jó. Miért? Mert hogyha egy lemez, ahol a Linuxod van, megtellik, akkor furi és érdekes dolgokat tud művelni, nem enged beléptetni, mert nincs hely, ahova belép, és bocsika, hiba lehet. Azaz 8,5 giga fölé kell menni minimum, annak a tárhelynek, amit te VirtualBox-ban létrehozol. Egyébként teljesen mindegy, hogyha natívan, azaz Winchesterre, SSD-re telepíted, hogy 8 vagy 9,5 gigabájtnyi a telepítés. Alapesetben vegyük észre, és többször elmondtam, ezen a rendszeren nincsen semmi egyéb, mint az alap, amit beállítottak, plusz a videórögzítő, meg természetesen a hátobb rendszer, ami az előbb látható kis adatokat kírta, azaz 8,5 gigát használtunk el a tárhelyből. Itt vegyük észre, se frissítést nem tettem rá, se telepített program nincs. Természetesen, és semmi takarítási műveletet nem végeztem. Azaz elmondható, hogy egy normál XFCE telepítést kaptunk, legalábbis eddigi vizsgálataink szerint, és egy normális kinézetet. Milyen programok kerülnek fel? A program felkerülés nagyon összetett dolog, mármint olyan szempontból összetett, hogy nekem tetszik, neked nem, és
éveken keresztül tudunk vitatkozni, hogy melyik terminál emulátort, vagy melyik szövegszerkesztőt kéne felrakni, és melyik a jó, melyik kevésbé jó, és különben is. Én azt mondom, teljesen mindegy, hogy mit gondolok én egy programról. Az a lényeg, hogy az neked megfelele, illetve jelen pillanatban két dolgot fogunk vizsgálni. Mi van fenn, és azzal el tudod-e látni a feladatot. Ahogy lehetett látni, a jobb egérgombos menü az egész normális, és láthatóan összeszedett, azaz ami fent van, azt itt megtalálod, és a lényeg, mi a lényeg, ami egy középhaladó, egy kicsit a kezdő fölött lévő, ügyes Linuxosnak fontos, mi a lényeg, a terminál megnyitásait. Ha már van egy terminálod, utána tied a Linux, azt csinálsz, amit akarsz, illetve tudsz. Azaz lényeg, terminálunk van. Nézzük is meg a többi programot. Magyarárcs, beállítások, ablakkezelő, beállítás, a beállítás szerkesztés, asztal. Azaz gyakorlatilag alapesetben te megkapod azokat a dolgokat, amiket az XFCE beállításához hát neked szükségesek, és a legtöbb XFCE telepítés felrak, kijelző, képernyővédő, fájkezelő beállítás, értesítések, munkaterületek, azaz mit kaptunk itt? Gyakorlatilag egy alap telepítésű XFCE-t az alap kütyűivel, az alap beállító dolgaival. Nézzük is meg ablakkezelő beállítása a szokásos módon, és hozzáteszem, szép színösszeállítással beállítod a külcsíneket. Erről már volt szó, nem is ez a lényeg. Akkor nézzük meg, ablakkezelő hangolása szintén ugyanúgy megkapod, mint bármelyik XFCE-nél. Nézzük meg, hogy a beállításkezelő megvan-e, tehát a beállítás, ahol mindent egybe be tudsz állítani, megvan-e. Beállításkezelőt elindított természetesen. Az XFCE telepítések egy kicsit mások, de ahogy én ezeket átnéztem, az alap dolgokat itt meg fogod találni. Azaz, aki életébe egyszer akármilyen disztribúció, akármilyen alappal, Arch, Debian, RPM, akármi, használta az XFCE beállító panelét, ő be tudja állítani a felületét. Szuper! Azaz semmi különleges plusz programot nem találsz. Ez nem olyan, mint például az MX Linuxnál vannak saját beállító programok, itt azt kapod, amit az XFCE-vel együtt szállítanak. Nézzük is meg, hát a beállítható dolgokon kívül mi van? Beállítások, fejlesztés. A fejlesztést azért érdemes megnézni, mert sok esetben ide dugaszolják el az alapértelmezett szövegszerkesztődet. Azaz, itt lehet vitatkozni, hogy a Sublime Text 3-as vagy egyéb az ideális, kapsz egy normális, hozzáteszem, általam nagyon kedvelt szövegszerkesztőt, olyan szövegszerkesztőt, amivel a konfigurációs fájlokat tudod szerkeszteni, azaz felkészítették a rendszert arra, hogy te bizony akár a konfigurációs fájlokat is egy professzionális eszközzel tudsz szerkeszteni. Grafika. Hát bizony itt szoktak lenni olyanok, mint az Inkscape, GIMP. Mondtam, nem raktam fel, nincs rá szükség, azt nézzük meg, hogy mi az alap. Bizony egy képnézegetőt kapunk, hogy a risottot szereted, vagy nem szereted, egyéni dolog. Én azt mondom, a képnézegetése ez teljesen megfelel. Internet. Na hát ezt kiemelném. A Discord fel van téve, az alap Discord fel van téve, és nincs böngésző. Erre már akkor gondolj, amikor te a végén, a telepítés beállításának a végén megnézed azt a felsorolást, amit mutattam múltkor, hogy ott be tudod pipálni, hogy melyik programot szeretnéd felrakni, azaz nehogy abba a hibába esél, hogy te egyáltalán nem értesz az Arch Linux beállításához, és szeretnél hát bizony böngészni, vagy esetleg az Arch Wikit nézegetni, vagy esetleg feltenni fórumon kérdést, és nincs böngésződ. Azaz már ott
pipáld be a kedvenc böngésződet, és rakast fel. Én azért nem tetettem föl, mert hát nyilvánvalóan én parancsorból szoktam ilyesmit megtenni. Illetve itt is elmondom, hogy a Linux Mindes Zolinak a Discord csatornájára is érdemes felcsatlakozni. Ott is jelen vannak a fejlesztők, illetve Arch témába ott is nyugodtan lehet kérdezni. Az iroda nagy nulla, semmi nincs. Ez egy nagyon jó dolog. Te fogod eldönteni, hogy a LibreOffice-t, OpenOffice-t, FreeOffice-t, akármilyen Office-t, AbiWord-t, Kaligrát szeretnéd fölrakni, vagy semmit. Lehet, hogy meglepő, hogy semmit, de én úgy hallottam, illetve természetesen tudom is, hogy vannak az interneten, a Chrome-ba, meg egyébben olyan kis lehetőségek, hogy bizony szöveget szerkesszél, táblázatot kezeljél, azaz már nem biztos, hogy egy alap megírókei levelet és kinyomtatok felkiáltású dologhoz, feltétlen szükséges a gépedre egy LibreOffice-t letölteni, ha nincs rá szükséged, nem kényszeríti rád, senki nem kell utólag leszenni. Nagyon jó meglátás a minimális telepítés, és utána én azt rakok fel, ami tetszik. Kellékek, nézzük is meg. Alkalmazás kereső csoportos átnevező, tehát ezek az alap minimalista dolgok, amikre neked szükséged van. Én egyetlen egy kérdést tennék föl, nem a magyar Arch készítőinek, hogy miért erőlteti az XFCE föl folyamatosan az Orange globális idő, meg egyéb ilyen gondolatokat, naptárprogramját, de hát nyilván van, aki úgy gondolta, hogy ez bent kell lenni. Van a mousepad, egy egyszerű szövegszerkesztő, ez igazából a legtöbbe bent van, ezt is lehet használni, de nyilvánvalóan a szívem természetesen mihez húz a fejlesztés, vagy legalábbis, hogyha három sornál többet kell írni, és annak ki is kell nézni valahogy, behúzások, kiemelések, egyebek, akkor a Sublime Text-et érdemes használni, nyilvánvalóan ízlések és pofonok. Nemo, hát ez nem a Nemo kapitány, vagy az a tengeri herkentyű, ami Nemo-ként fut, valami rajzfilm volt, ilyesmi. Ez egy fájkezelő, azaz kapsz egy normális fájkezelőt, professzionális. Nem azt mondom, hogy én ezt használni fogom. Hát biztos, hogy nem fogom használni, hiszen tudjátok, hogy nekem más a kedvencem, de van egy nagyon szép grafikus fájkezelő, amivel a fájkezelési műveleteket, a grafikus fájkezelési műveleteket el tudod végezni. Hát bizony nézzük is meg, mi van. Még egy is van. Kérdés, hogy kell-e kettő egy minimalista telepítésnél? Nyilvánvalóan nem az én tisztem a kettő között valami véleményt mondani. Gondolom az XFCE így rakosgatja fel. A Tunárt megnézzük, ugyanúgy néz ki, használható, szuper. Egyébként szuper, csak én ennél egy kicsit fejlettebbeket szeretem. Nézzük is meg, mi az, ami kritikával szeretném illetni. Nem tudom, hogy kinek a sara, kinek a döntése, hogy ez belekerüljön. Maga az XFCE húzza föl, és hát bizony nem engedi nem telepíteni, vagy a srácok, akik összeállították, az bizony ők így döntöttek. XF Burn, CD és DVD író alkalmazás. Mi az össze? Természetesen, hogyha valakinek van DVD írója, nekem is van, ott fekszik a szekrényemben már 3 éve, nem sokat használtam, USB-vel szoktam fölkötözgetni szegény gépemre, hogyha véletlenül egy CD-t meg kéne írni, de a 21. század 20. évének a közepén, hát bizony, minek egy CD-DVD írót felrakosgatni egy minimalista telepítésnél, nem tudom kinek a sara, de hát fölösleges is ezen gondolkodni. A következő természetesen a multimédia. Ilyenkor, ha ezt valaki meglátja, rögvest elkezd pánikolni, hogy jaj, itt aztán semmi nincs, és aztán most mi lesz, hiszen multimédiás cuccokat illő legalább 500-at egy fejlett disztribúcióba felrakni. Hát bizony, ez minimalista telepítés, azaz majd te eldöntöd, hogy mit szeretnél felrakosgatni, az SM Player-t, a VLC-t, akármit, ami neked tetszik, nincs 500 féle videóvágó felrakosgatva, láttam ilyesmit, nincs egyéb dolog, csak ami kell. Azaz, egy alaptelepítésű disztribúciónál nem az a lényeg, hogy 6 féle videónézegető legyen fönt, hanem majd aki akar,
az fölrakja azt, amit akar. Nem mondanám meg, hogy én melyiket használom. Esemplájert, mert az általában vitát szokott generálni, miért nem a VLC-t. Nyilván, ha azt mondom, hogy a VLC-t használom, akkor miért nem az esemplájert, vagy egyebet. Van egy egyszerű kis nézegető program, a Parole. Ez igazából fent van, meg tudsz vele nézni egy-egy videót, nem túl fejlett, én ezt nem nagyon kedvelem. A többivel igazából nem kell törődni, a Simple Screen Recordert természetesen én tettem föl, na hát miért? Azért, hogy bizony neked fel tudjam venni ezt. Az XF Burn, bizony erről már beszéltünk, lényegtelen rendszer. A csoportos átneve megjelenítő, a szokásos dolog itt van természetesen alapból feltéve, ha bepipáltad. Hozzáteszem, hogy neked van nyomtatod, bizony a nyomtató menedzselő dolog, kellemes dolog, nyomtatási beállítás, és itt lehet látni a Tunárt, újfent ide is be van, illetve szuper, van terminálunk, van grafikus fájlkezelőnk, és utána mi már természetesen tovább tudunk lépni. Ami kérdés, itt megint hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy ki döntött így, hogy három darab, hát bizony terminál emulátor legyen, hogy ez az XFCE cibálja föl saját magának, vagy ez elképzelhetetlen, hogy ne legyen három, de lényeg az, van egy UX termed, van egy XFCE terminál, ez a kedvencem, X termed, hát bizony, ez három darab terminál emulátor, egy alaptelepítésnél, hát nem biztos, hogy kell három. Ölögendő egy, és hogyha valakinek bizony kell még egy, mert sokan 50 féle terminál emulátort használnak, mert ez tudja, azt tudja, a harmadik meg azt tudja. Na, lényeg az, hogy alaptelepítésnél ez bizony megvan, hogy három van, azt használod, amit akarod, szerintem három fölösleges. Nézzük is meg, mi van itt. Itt van egy setting manager, megnyitja azt, amit kell. Nézzük meg, hogy itt micsoda van, hát bizony a képernyő zárolása és a logout, a kiléptetési dolog. Ennyi. Összefoglalnám, amit idáig megtudtunk, és ami a lényeg. Egy olyan telepítést kaptunk, ami viszonylag kis memóriafogyasztású, egy viszonylag kis tárhely igényűt, hiszen semmi pluszot nem rakattam fel, megnéztük ennek az értékeit. Most már tudod, nem mondhatod azt, hogy neked, hát 4 gigára gondoltam, hogy annyin elfér, és 256 megabájtnyi memóriát fogyasszon, nem. Tudod a paramétereket, ami ennek a kategóriának pontosan megfelelő tárhely, memória és CPU igényel készült. Miért? Mert hát bizony nem nagyon nyúltak bele, nincs semmi extrázás benne. A következő a kinézete. A kinézete jól kinéz, az ikonkészlet, illetve a színharmonizálás az nagyon jól néz ki. Szerintem összehozták a színeket annyira és úgy, hogy jól nézzenek ki. Egy harmonizáló kinézetet kaptál, egy viszonylag egyszerű kinézetet, azaz az ikonok nem csicsásak, nem olyanok, hogy izegnek, mozognak meg sokszínű, azaz egy finoman összeállított színharmonizáló kinézetet kaptál. Nyilván, ha nem tetszik, megváltoztatod fél perc. A programkínálat megfelelő, gyakorlatilag azt kapod meg, amit egy normál XFCE telepítésnél megkaptál. Azaz, konklúzió, egy jól kinéző, jól használható alap telepítést kaptál. Hogy ebből te mit hozol ki, milyen más programokat telepítesz, vagy az XFCE panel fölül van, oldalt van, vagy itt lent van, vagy ide teszed, vagy átteszed, ha van másik monitor, az már a te dolgod. Ők úgy döntöttek, hogy a panel fent van, de hát nyilvánvalóan az XFCE panel nagyon flexibilis, persze vannak nála jobbak is, rosszabbak is, és lehet vitatni, hogy most a Planck az a világcsúcsa, vagy a Tint 2-es annál nincs jobb, vagy hát szörnyű, hogy az XFCE-be az XFCE panel van berakva, na hát ezt lehet vitatni, de totál fölösleges. A panel összeállítása már, mint az, hogy mit mutasson a panel, hogy milyen dolgok legyenek fölrakva rá, az pont olyan, ami egy kezdőnek
kényelmes van startmenü, mert az igazából itt van. A többi, hát a többi pedig ugyanúgy néz ki, mint egy XFCE alapbeállítás. Lényeg, nem kell megijedni, hogy nincsenek programok, azokat természetesen azért nem raktam föl, hogy lássuk, hogy a minimális méret, illetve tárhelyfoglalás az mennyi. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó Magyar Arch Linux XFCE telepítést kívánok. Most már tudni fogod, hogy mit fogsz kapni a telepítésbe, és nem fogsz csalódni, hogy túl sok van, vagy túl kevés, hiszen ennek tudatában rakosgatod fel ezt a disztribúciót. Köszi szépen, sziasztok!